A jelölést sajtótájékoztató keretében a Kubikus Parkban tették közzé kedd délután a szervezetek. Az eseményt dr. Filvig Géza, Kalocsa város polgármestere nyitotta meg, majd Font Sándor országgyűlési képviselő tette meg a bejelentést. Arnold Adrien lesz az a jelölt, akit a Fidesz, a KDNP és a Kalocsa Jövőért Egyesület most már a szervezeteik hivatalos szavazásával is a 7-es körzet időközi választásán képviselőjelöltnek fog indítani. Mindenkelőtt ismert, hogy tavaly az önkormányzati választáson egy kétharmados többséget szerzett ugyanez a jelölő szervezet, a Fidesz-KDNP és KJE, és azt gondoljuk, hogy ez az időközi választás egy olyan mérföldkő és mérce, amikor az elmúlt időszaknak egyben a munkáját is fogják értékelni azok, akik eljönnek választani. A jelölő szervezetek bizakodva állnak a szeptember 20-ára kiírt időszaki választás elé. A politikus hangsúlyozta, hogyha csak a pályázati felületeket nézik, akkor a kalocsai vállalkozók már most többszörösen annyi pályázatot nyújtottak be, és részben már nyertek is, mint az elmúlt egész 4 évben. Kiemelte, hogy a munkahelyteremtés és egyebek mellett a turisztika fellendítése az egyik legfontosabb feladat a városunknak. A hungarikumok értéke népművészettel, a kalocsai paprikával, a fiatalok letelepedésének a szándékát erősíteni, hogy érezzék úgy, hogy semmivel sem kisebbrendű és hátrányosabb állampolgárok akkor, hogyha itt Kalocsán gondolják az életüket hosszabb távon, és itt vállalnak gyermeket, és ehhez igénybe veszik a kormány gyermekeket segítő, gyermekvállalást segítő pályázatait, és ehhez kell majd itt a kalocsai önkormányzatnak és testületnek a további környezetet megteremteni, és ehhez rendkívül jó úton haladnak, és a következő ígért vállalás a nyugdíjasok helyzetének, méltó körülményeinek a javítása. Ebben már előrébb is lépett a testület, hiszen polgármester úrnak az első intézkedése volt, hogy megemelte az évente egyszeri alkalommal nyújtott támogatást a nyugdíjasoknak. Arnold Adrien, a Fényi Gyula Általános Iskola intézményvezető helyettese, a Kalocsai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. Bemutatkozása során elmondta, hogy 20 éve él Kalocsán. Mind a családi élete, mind a munkája a városhoz köti. Ezért is fontos számára Kalocsa jövője. Úgy gondolom, hogy megválasztásom esetén zökkenőmentesen integrálódhatok egy már jól működő városi önkormányzatba, tapasztalataimmal, ötleteimmel pedig segíthetem a város vezetését. Családanyaként és pedagógusként nagyon fontosnak találom a gyermekeket, illetve a családi egységet. A szakember hangsúlyozta, a célja, hogy egy olyan városban éljünk, ahol a szülőknek itt helyben megoldott a munkahelyük. Ahol a nagyszülők, az idősek nem egyedül, hanem támogatva érzik magukat, ahol a családok együtt, egymás segítve élhetnek. A sajtótájékoztatót dr. Filvig Géza beszéde zárta. A pedagógusként is a szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel való kapcsolatban annyi tapasztalat és információ jut el a birtokába, amellyel nagyon-nagyon hatékonyan tudja a 7-es számú körzet képviseletét ellátni, nagyon hatékonyan tudja az önkormányzatunk munkáját segíteni. És hogy mivel tudja még az önkormányzatunk munkáját segíteni? A női szemlélettel, a női szempár, amit meglát, ezt nem biztos, hogy mi férfiak is észrevesszük, vagy olyan hatékonysággal kezeljük. Nagyon fontos küldetésnek tartjuk, hogy az önkormányzatunkban a női képviselők számát erősítsük. A sajtótájékoztatót teljes egészében a mai napon, július 15-én 21 órakor vetítjük.